Jó napot kívánok, nézzük meg a Mogorva külső mögött mi lapul. Egy Suzuki motor, ez egy 1.3-as benzines Suzuki motor, ami 92 lóerős. Csendesen jár a mocia, korrózió ugye nincs sehol rajta, nem is lehet szerintem. Azt látjuk, hogy vannak klímacsövek, tehát klímás az autó, és hogy ABS is van itt. Az az ABS-es, ez a szerkezet. Minden rendben van bele, tökéletesen jól jár a moci. Nézzük meg, hogy néz ki ez kívülről ez a gépsárkány. Az autó kötfényszóros, egyedi hűtőmaszk van, amint láthatják, ez egy optikailag tuningolt szerkezet. Szerintem jól mutat, remélem önöknek is tetszik itt képen, aztán majd eljönnek megnézni élőben is ezt a jó kiállású szekeret. Jó fékek vannak rajta, ugye alufeln is, egyedi tükrök vannak rajta, és egy gyönyörű hátsó szárny, és itt az alján küszöb is szintén optikai tuninggal van ellátva. Nézzük meg a hátulját, ugye a lámpatestek is egyediek benne. Tényleg jó pofa, egy fiatalos, sportos kis szekér. Jó teljesítménye, jó fogyasztással, természetesen párosítva. Nincs kifurkálva benne semmi, és szép tiszta az autó hátulja. Ezen a bal oldala a szerkezetünknek. Amúgy épp és szép a szerkezet, és nem volt fényezve, itt az oldalait méregette, meg a tetejét is. A belseje az szintén rendben volt és tisztán tartva. És nézzük meg az autó belső részét, és hogy milyen extrák található. Van itt 4-2 darab elektromos ablak, és elektromos tükrök is szintén. Állítható magasságú az ülés benne, ami szép tiszta és nincs kiégetve szerencsére. Egy multikormány, aztán állítható magasságú fényszórók, aztán 112.326 km, ugye van fogyasztásmérő, komputerünk, igaz, hogy jó ellenfényünk van, de van benne ilyen is, aztán egy jó kis gyári CD, és innen a manuális klíma kapcsolható. Ugye 5-ös váltóval van szerelve ez az autó, és 2 darab légzsákot találtam benne, és még egy indítást meg próbáljunk meg, mert nem betoltuk. Minden ellenőrződik rajta, és ha minden rendben van, akkor ki is alszik rajta. Kivétel az ajtóm és a légzsákom, és a kézifékünk be van húzva. Így igaz, ezt kiengedem, az is kialszik. Tehát minden rendben van az autóval, műszakilag rendben van. Jó teljesítményű, kisfogyasztású autó, sportos megjelenés, fiatalos dizájnnal, úgyhogy várjuk a jelentkezőket, ki lehet próbálni, meg lehet nézegetni az autót, és át is lehet nézetni természetesen. Köszönöm, hogy itt voltak, jönnek be hozzánk, ugye az M3 Autópark, autókereskedés vagyunk. A viszontlátásra!